Biztos, hogy az egyik leglátványosabb, és biztos az egyik legjobban várt felújítási szakasz a következik a főutcán. Átadták a munkaterületet, kezdődhet a főutca rehabilitációjának befejező szakasza, mely egyben a leglátványosabb része is lesz a felújításnak. A munkálatok jövő héten indulnak majd, elsőként a város háztér kockakő burkolatának fúgázásával és a csapadékvízcsatorna átépítésével. Ami kezdődhet és kezdődik jövő hét elején, az a város háztér és a Liszt-Ferenc utcának az újrafugázása. Ez nem jelenti azt, hogy lezárásra kerül a tér és a Liszt-Ferenc utca, hanem ilyen foltszerű, ilyen határon le területeket, és próbáljuk úgy kifugázni a kis kockakövet, hogy a járás a közlekedés szempontjából mindenképpen komfortosabb legyen, illetve a megsüllyedt aknákat felemelni és a korrekciókat elvégezni. A főutca rehabilitációja több mint 2 milliárd forintból valósul meg. Az összeg több mint háromnegyede vissza nem térítendő támogatás, közel 400 millió forint pedig önkormányzati önrészként áll rendelkezésre. Pénzügyi jogi akadálya már nincs a felújításnak, tehát minden adott a kezdéshez. A munkaterületet a mai nap alá tudtuk adni a kivitelezőnek, és az ő vállalt határideje az június 30-a, tehát reményünk lehet arra, hogy június 30-áig most már teljes egészében meg tud újulni a főutca, és a főtér pedig még egyszer kap egy új fugázást. A beruházó időben értesíti majd a belvárosban élőket arról, hogy a főutca mely pontján folynak majd épp munkálatok, így remélhetőleg zavartalanul zajlik majd a felújítás. A beruházó mindent meg fog tenni azért, hogy mindenkit időben tájékoztasson és értesítsen arról, hogy mely munkálatok mikor kezdődnek és mikor fejeződnek be, és remélem, hogy közös türelemmel a nyár közepére mindannyian örülhetünk a belváros megújulásának. A főutca új burkolatába egyébként 2 sűjesztett szökőkút és több mint 1000 méteren pedig dekoratív világítás is kerül, de újonnan telepített fák és új homlokzatvilágítás is díszítik majd a megújult főutcát a rehabilitáció befejeztével.